teltház előtt lépett pályára két csapat a kisvárdai sportcsarnokban, ahol a hazaiak szerezték a találkozó első két gólját. A vendégek aztán átvették a vezetést, de 9-9-ig fejfej mellett haladt a két csapat. Az első félidő hajrája a Debrecennek sikerült jobban, így 14-11-es hajdúsági vezetésnél vonultak pihenőre a játékosok. A második félidő elején meglépett a Debrecen, 6 gólra nőtt a különbség, és ekkor úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés. A támadásban kapusát mezőnyjátékosra cserélő Kisvárda azonban Dimitrovics és Gedroid góljaival elkezdte faragni hátrányát. A debreceni szurkolók által bedobott füstbomba miatti kényszerszünet sem zavarta meg a hazaiakat, akik 26-25-re zárkóztak fel 5 perccel a meccs vége előtt. A hajrá azonban a vendégeknek sikerült jobban, 2 gólos vezetésüknél Garbuc üres kapus gólja végképp eldöntötte javukra a 2 pont sorsát. Volt egy hullámvölgyünk az első félidő végén, második félidő elején. Aztán a változtatásaink valamelyest sikerült is szörnyen a mérkőzésbe a változtatásuk által. Ami probléma volt, hogy 4 védett lövésünk volt összesen az egész mérkőzésen, és azzal nem lehet meccset nyerni. Tehát ez nagyon gyenge volt sajnos a kapus teljesítményünk, ott hibázott egy ilyen rangadó megnyeréséhez több kell. Ugye kiemelnem, hogy Jezsika a játékát nagyon nagy fejtörést okozott nekünk, végül azért is vettük ki, fogtuk ki, ami valamilyen szinten bejött, akkor tudtuk stabilizálni az eredményt, és a 7-6-tal valamennyire visszajönni a mérkőzésbe. A vendégek szlovén edzője, Tone Tisely annak örült, hogy csapata a sérülések és betegségek ellenére is megszerezte a győzelmet. Nagyon nehéz időszak áll a csapat mögött, mivel az elmúlt napokban többen is betegen feküdtek otthon, miközben a többiek edzettek és kupameccset is játszottak. Sérülések is hátráltatták a felkészülésünket. 9 nap alatt 3 kemény meccset vívtunk meg. Büszke vagyok a lányokra, mert egy erős Kisvárda otthonában szereztük meg a 2 pontot. A forduló további eredményei a következők: Ferencváros Dunaújváros 27-23, Vác MTK Budapest 31-22, Siófok Békés Csaba 31-23 és Mosonmagyaróvár Győr 23-36. A tabella élén a 100%-os Győr áll, megelőzve a 16 pontos Ferencvárost és a 15 pontos Érdet. A Kisvárda 4 ponttal a 12. helyen várja a következő fordulót, amelyben az MTK Budapest otthonában lépnek pályára Dimitrovicsék.